Jó estét kívánok, a Gyöngyösi Televízió nappaliából köszöntöm Önöket. Mai adásunkban vendégünk lesz dr. Habály Jenő, a Gyöngyösi Kórház szülésze, majd a közeledő karácsony kapcsán beszélgetünk a magányról dr. Kelemen Tibor pszichiáterrel, jogázunk Dézivel, segítségével helyet csináljunk a Belginek is. Ha már karácsonyi süteményekről esett szó, megkérdeztük a dietetikust a dió, mák, mandula jótékony hatásairól is. Ennyit elöljáróban, már is kezdünk. Köszöntöm a stúdióban dr. Habály Jenőt, a Gyöngyösi Bugár Pál Kórház szülész nőgyász főorvosát, aki a közelmúltban Pro Sanitate díjat kapott, több évtizedes szakmai munkája elismeréseként. Jó estét kívánok, főorvos úr! Köszönöm, csókolom, és jó estét kívánok a kedves nézőknek is. Ha jól tudom, a napokban lesz 40 éve. Igen. Itt kezdődött a történet. Igen, ez valóban így kezdődött a történet. Pont 40 évvel ezelőtt a sors, hála az Istennek, ide hozott Gyöngyösre. Ez az idehozott honnan? Hát ez idehozott az egyes számú női klinikáról, de előtte meg hát Kárpátaljáról, mert én kárpátaljai származású vagyok, és annak idején úgy települtünk át a család egyesítés céljából, ilyen indokkal a Helsinki egyezmény megkötése után. És ez egy nagyon-nagyon hát fölemelő dolog volt, hogy ide kerültem Gyöngyösre. Hát első dolog volt az, hogy a híres mátroszállóba hát kötöttem ki, mert azt mondták, hogy ott van a főtér, és utána úgy mentem be a kórházba, és ezért szép emlékeim vannak az egész városról, már 40 éven keresztül, úgyhogy nagyon büszke vagyok, hogy ebben a városban dolgozhatok és alkothatok. Ennek örülünk, mi is szeretjük Gyöngyöst, de miért éppen szülész nőgyógyász? Hát a szülészet nőgyógyászatot én nem abba gondolkodtam, mert a családi barátunk, távoli rokonunk, a híres Petneházi családból származó, de az édesapja az egy izraelita édesapa volt, úgyhogy a nevét nem merte viselni a háború alatt, ezért a Zilbensteinból a Petneházi, az édesanyjának vette föl a nevét, és a Dezső bátyám az egy nagyon híres sebész volt, aki 93 éves, és a mai napig dolgozik és alkot. Igen, Ungváron. És ő volt mindig a példaképem. Majd amikor az egyetemi tanulmányaimat elkezdtem, akkor még kint Szovjetunióban, én a Kijevi Egyetemen tanultam, és még kint Szovjetunióban negyedévesként először a szülészeti klinikán voltunk egy gyakorlaton, és amikor megláttam azt a szülészetet, hogy a hölgyek mire képesek, amire mi férfiak nem vagyunk. Én annyira felnéztem rájuk, és egyből fölhívtam az édesanyámat a telefonon a gyakorlat után, és mondtam, hogy édesanyám, én csak szülésznőgyógyász lehetek, mert ti nők az csodálatosak vagytok, és akkor innen indult az egész. Innen indult. Egy kicsit a szakmai múltat folytassuk akkor, ha már így elkezdtek. Igen, tudosul. Majd amikor elvégeztem a Budapest Szervezettudományi Egyetemet, egy pár hónapig a klinikán dolgoztam, és akkor úgy hozta a sors, hogy hát ugyebár szerelem, meg ez, meg az, meg amaz, még a régi egyetemi társaimról van szó, vagy egyetemi hölgyről van szó, és akkor így kerültem Gyöngyösre, hogy új életet kezdek, meg stb. Akkor a klinikát. És hát, ahogy szokták mondani, az Isten is úgy akarta, hogy ide hozzon, mert itt ismertem meg a jelenlegi feleségemet, aki egy csodálatos, nem csak hogy feleség, hanem anya, és aki 4 gyereket szült nekem, és akikre nagyon büszke vagyok, úgyhogy az egész családomra. Hát a feleségem az még külön hadd emeljem ki, hogy ő viszont óvónő, és hogy mennyire egybe van a mi szakmánk, hogy úgy mondjam,
én végig gondozok egy várandóságot, elősegítem a világra, és a feleségem utána egy néhány év múlva az óvodába fölkarolja ezeket a gyerekeket, fogadja, és megpróbál jó embereket faragni belőlük. És utána folytatódik a... És utána folytatódik. Iskolában, az iskolában, és jön meg a középiskolában. Főorvos úr, hogy lehet összeegyeztetni ezt a négy gyermeket, tehát a családot, illetve a szakmát? A szakma és a család az, az egy inspirációt ad az alkotás, hogy még többet alkossunk, és a gyerekek is. Hát a gyerekeiért él az ember gyakorlatilag. Ők annyi erőt adtak nekem, hogy én még tovább dolgozzak, sosem reklamáltak, pedig mindig hiányérzetük volt az, hogy nincs apam itthon, megint ügyeletes, megint foglalt, megint be kell menni, éjszaka behívták, fáradt, édesapa egész éjszaka dolgozott, és akkor hát erre tekintettel kell lenni, de család nélkül nem lehet így 40 évet megcsinálni. Én nem is tudom elképzelni, hogy a család nélkül. A család az egy szent dolog, és valóban a családban van az erő, nem csak Al Capone mondta ezt, hanem ez való igaz. És számolta-e esetleg, hogy hány gyermek világra jöttét? Én csak ilyen hát körülbelüli számításokat segített. Csináltam, amit már lenyilatkoztam, hogy kb. Olyan, hát körülbelül 10 000 gyermeket segítettem meg, részt vettem a gyerekeknek a megszületésébe. Ez azt jelenti, hogy vagy segítettem bármelyik hát kollégának, vagy részt vettem császármetszét, műtétbe, stb. Szóval ez körülbelül 10 000, úgy számolom. És hát beszéljünk a nőgyógyászati betegekről, mert az meg több száz ezret vizsgált az ember 40 év alatt, és hát na nagyon sok nem kívánatosabb betegséget is derített föl. Úgy érzem főorvos úr szavaiból, hogy el lehet fáradni, de belefáradni ebben nem lehet. Nem lehet belefáradni. Éppen hát kérdezték tőlem, hogy hogy van-e nekem hobbim. Mondom, én nekem úgy különösen hobbim nincsen, mert mindig nem szerettem úgy kertészkedni, meg egyedül a sport, még amikor ide kerültem Gyöngyösre, akkor még a főiskolán volt egy jó kis hát csapatunk, hát foci csapatunk, amiben még annak idején még a polgármester úr is részt vett, és nagyon sok én korombeli barátom, és szóval a lényeg az, hogy egyedül a hobbim nekem a munkám gyakorlatilag. Nem, szeretem bent lenni az osztályon, szeretem a betegeket, szeretem azt a hangulatot, és szeretem a kollégáimat, meg a kolléganőimet. Szóval igen, azt jelentem, ez a hobbim. Ezt jelenti a hivatás, ugye, hogy az ember nem bejár dolgozni, hanem szeretettel teszi. Így van. Ezt csak úgy lehet csinálni. Igen. Ezt a szakmát csak úgy lehet csinálni, hogyha az ember szívvel és lélekkel csinálja a szakmát. És mit jelent ez az elismerés ön számára? Hát az elismerés annyiba, hogy jól esik az embernek, hogy értékelik a 40 évet, meg hogy észrevették, hogy az ember oda tette magát a munkához, meg oda tette magát az alkotáshoz, meg azért, hogy gyógyítsa a betegeket. De akkor érzékeltem, hogy milyen nagy dolog ez, amikor a Vigadóba olyan ünnepélyes hangulat között átnyújtották ezt az elismerést a Lövei főorvos úrral együtt, ami megható volt, és az egész hát családom is büszke volt, mert most már hát jelezzem, és ezt a nyilvánosság előtt is, de már majdnem mindenki tudja a városban, hogy nagypapának készülék végre, az első unokám fog megszületni majd áprilisban, és erre nagyon büszkék vagyunk, és tudjuk, hogy kislány lesz, és ez még annál nagyobb dolog számunkra. Gratulálunk ehhez mi is, és így karácsony közelettével azért megkérdezzük, hogy ünneplik önök a karácsonyt. Hát nálunk a karácsony az egy
gyönyörű szép ünnep. Szóval én ezt nem tudom elmondani önöknek, ezt meg kéne, az én feleségem, az, mint már a szakmájából is kifolyólag, hogy mindig örömet okozzon a kis hát, óvodásainak, és őneki ez a vérébe van, ahogy szokták mondani. Nálunk eszméletlenül ünnepélyes a karácsony, és méltó ehhez a nagy ünnephez, és családias. Szóval én nem is tudom, mert szavakba el kell jönni, és meg kell nézni egyszer, hogy néz ki a mi lakásunk, mint egy játszóház, mint egy babaház, ahol mindenki jól érzi magát, aki belép oda. Biztos, hogy vannak emlékezetes pillanatok, de így a beszélgetésünk vége felé talán egyet emeljünk ki ebből az ön pályafutása, szakmája során, hogy melyik a legemlékezetesebb, meg ha jól látom, hozott is ön valamit. Szóval így nem tudok erre válaszolni, hogy egyet emelni ki, mert annyira sok jó érte a szakmai működésem alatt, de viszont voltak hát tragikus dolgok is, ezt is el kell ismerni, sajnos ez olyan dolog, hogy ez elkerülhetetlen. Én nekem minden sikeres dolog az egy szakmai siker, és nem tudnám felsorolni, mert akkor még holnap reggelig is itt ülhetnénk, és név szerint én nekem nagyon jó a memóriám, és név szerint meg hol feküdt még ágyon, mikor csináltuk a műtétet, hogy sikerült, milyen komplikált dolgokon mentünk át, szóval éppen ma este dolgoztam, és azért hoztam be, megkérdeztem az anyukától, hogy megmutathatom. Ez egy nagyon kedves egészségügyi dolgozónknak a kis keresztlánya, és most volt kontrollom, mert ezt a gyönyörű szép kisbabát szülte, és megengedte, mondom, hogy jövök a tévébe egy karácsonyi riportra, és megengedte, hogy megmutassam. Na, ezért dolgozik az ember. Azért, hogy ilyen mosolygós, hogy karácsonyra ilyen mosolygós. Akkor nagyon sok ilyen mosolygós babát kívánunk önnek, a szakmai sikerekhez is gratulálunk, és további elismerést kívánunk még önnek, de a beszélgetésünkhez sajnos a végéhez értünk, úgyhogy be kell, hogy fejezzük. Nagyon szépen köszönöm, és a kedves nézőknek is áldott karácsonyt, boldog új évet kívánok, és jó egészséget. Köszönjük, és gratulálunk még egyszer. Egy bejátszással folytatjuk most, hogy hogyan kezelhető a dac korszak, a hiszti vagy a kamaszkori problémák. Kérdések, amelyek szinte minden családban felmerülnek. Ezekhez kínál stratégiákat két pszichológus, akik Gyöngyösön tartottak előadást arról, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztése hogyan segíthet a gyermeknevelésben. Úgy nem akarunk nevelni, ahogy a mi szüleink. A 21. század gyermeknevelési kihívásaira új stratégiákkal kell készülniük a szülőknek is, mondja Palic Izabella pszichológus, aki férjével igyekszik segíteni a dac, hiszti, kamaszodás, önállótlanság vagy motiválatlanság problémáinak stresszmentes kezelésében. Azt mondják, a módszerek megtanulhatóak, de a legfontosabb, hogy a szülő is képes legyen a változásra, hiszen a gyermek számára a legfontosabb az a környezet, amelyben felnő. Amikor a gyermek fegyelmezetlen, vagy úgymond mi úgy gondoljuk, hogy nem helyesen viselkedik, vagy szoktuk mondani, hogy rossz, őt nem lehet külön így azt mondani, hogy ő rossz, hanem ez mindig a környezet. A rendszer hozza létre, és abban a rendszerben mi is, ha most én beszélek magunkról, akkor a feleségem is, én is, a kislányom is, a kisfiam is benne van, és hogy ezt mi közösen hozzuk létre. Sokat szoktuk hallani gyerek pszichológus kollégáktól, hogy igen, elhozza a szülő, hogy ilyen és ilyen probléma van, de hogy a szülő konzultáció mindenképpen átbeszélik azt, hogy oké, de hogy mi válthatta ki a gyermekben, mi lehet a rendszerben, amire ő ilyen választ ad. És hogy én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, hogy milyen ez a környezet, amiben ez a gyermek van, amilyen környezetet mi képesek vagyunk számára biztosítani,
És egy ugye, én azt gondolom, az egyik legfontosabb dolog az a kapcsolat. Hogy milyen a kapcsolat. És hogy most mi ismerjük körülbelül 5-10 perce egymást, de hogy közöttünk is elkezdődött egy kapcsolat. Valamilyen úton volna. Mi megszólítunk benneteket, ti majd vagy reagáltok rá, vagy éppen nem. De hogy mindannyiótokban kialakult egy első benyomás, hogy kik milyenek lehetünk, és hogy az már ott van, és hogy ez alakítja a kapcsolatot, és hogy hát a gyermekünkkel 18 évig alakul ez a kapcsolat, és hogy én azt gondolom, ez az egyik legfontosabb dolog. Aztán természetesen nagyon-nagyon sokféle dolgot tudnám mondani, mennyire fontos a kötődés, és sorolhatnám ezeket a pszichológiai szintű tényezőket, ami befolyásolja azt, hogy ő milyen felnőtté válik, és azt, hogy mi milyen modellek vagyunk számára. Ha a gyermekkor kihívásairól beszélünk, arról kell elsősorban szólni, hogy mi, szülők, hogyan viszonyulunk ezekhez a tünetekhez, hiszen a változások a mi reakcióinktól is függnek, mondja Palic Izabella. A legtöbb módszerben találtunk olyan dolgokat, amivel nem feltétlenül értünk egyet szakmai szempontból, vagy esetleg a gyakorlati tapasztalatból. És emiatt döntöttük úgy, hogy akkor összerakjuk mi magunknak azokat a dolgokat, ami egyrészt úgy gondoljuk, hogy beválik, és ki is próbáljuk, másrészt pedig, amivel egyetértünk szakmailag is. Így válogattunk össze jó pár külföldi módszerből végül egy olyan módszertant, amit aztán elkezdtünk használni. Nyilván a mi gyermekünkön, és ezt sem szoktuk titkolni, hogy egymáson is. Márhogy azért ezeknek a módszereknek a többsége nem csak a gyermekekkel való kapcsolatban segít, hanem bármilyen kapcsolódásban. Ugyanis egy nagyon közös pont van ezekben a módszerekben, mégpedig az, hogy mindegyik módszer leginkább az érzelmi intelligencia fejlesztésére hat, és az érzelmi intelligencia fejlesztését célozza meg, amiben nem csak az tartozik bele, hogy én mondjuk nagyon empatikus tudok lenni, ugye alapvetően, hogyha érzelmi intelligenciára gondolunk, akkor nagyon sokszor ez a szó jut be, hogy empátia. Igen, de az érzelmi intelligencia sokkal több ettől, és nekünk kiemelkedett ennek néhány aspektusa. Mégpedig az egyik, ami szintén érzelmi intelligencia összetevő, az az érzelem szabályozás. Vagyis, hogy hogyan tudjuk az érzelmeket szabályozni, leginkább a sajátunkat. Hát, hogy amikor helyzet van, ugye rájöttünk, aztán később megtanultuk a gyakorlatban is, hogy valójában nem a gyermeken múlik, hogy mi fog történni, hanem a saját érzelmi szabályozásunkon, azon, hogy mi mennyire tudunk higgadtak maradni, mennyire tudunk tudatosak maradni, és ugye a legvégső esetben stresszmentesek maradni ezekben a helyzetekben. Ugyanis, ha mi megtanuljuk a saját érzelmeinket szabályozni, akkor egyrészt hozzáférünk a helyzetekben a kreativitáshoz, és akkor már jöhetnek ezek a jó kis technikák és eszközök. Másrészt pedig megtaníthatjuk a gyermeket is az ő saját érzelmi szabályozására. És a sok-sok tanulás és tapasztalás után azt is megtanultuk és rájöttünk, nem csak rájöttünk, hanem nyilván ez így is van, hogy nagyon sokszor én is elfelejtettem, és most beszélek egyes szem első szemébe, hogy a mi kislányunk is nagyon okos. Nagyon okos volt, már 3 évesen is nagyon sok mindent meg tudott fogalmazni, és hát nagyon kis pipikás dolgokat talált ki magának. És ez kicsit becsapós volt a számunkra is. Ugyanis amikor az intelligencia ennyire hirtelen megerősödik, akkor alapvetően azt gondolnánk, hogy ezzel együtt jár az is, hogy hát akkor ő élik, és élet lesz. Igen, ám csak ez nem így van, és ezt nekünk is el kellett fogadnunk, meg kellett tanulnunk, hogy az érzelem szabályozás és az érzelmi intelligencia az valójában nagyon hosszú ideig fejlődik, egészen ma már tudjuk, hogy 24 éves korig integrálódik az agy, és valódi érzelem szabályozásra igazán 24 éves kor után lennénk képesek, abban az esetben, hogyha megtanítanak minket, főleg az első években szabályozni a saját érzéseinket. Ha a szülő jól reagál, az már fél siker.
Nem elfojtani kell az indulatokat, hanem a megfelelő eszközökkel feloldani. A kulcs pedig mind a szülő, mind a gyermek számára az érzelmi intelligencia fejlesztése. A jó hír, hogy ez életünk végéig fejleszthető, és remek módszerek állnak rendelkezésünkre, hangsúlyozzák a szakemberek. A kendel kivonatot és egy új komplex és gyógyító mozgásformát, a NIA-t is kipróbálhatták a testi-lelki-szellemi egészség követői a novemberi Natura napon. A kender olaj kissé elfeledett gyógyító hatásával és a harcművészeteket ötvöző mozgásformával ismerkedett meg stábunk ott a helyszínen. A Gyöngyösi Natura napon a kiállítók és előadók nagy része visszatérő vendég, de mindig vannak újdonságok, mindig terveznek újításokat a szervezők. A NIA például egy egészen új holisztikus fitness módszer, ami Amerikából indult, mára pedig már nálunk is hódít. Debbie és Carlos Rosas voltak az alapítók, illetve ők az alapítói. Tulajdonképpen egy aerobik formából indul az egész, csak ez nekik nem volt elég. Tehát úgy értve, hogy ez egy ilyen, tehát nem a szenvedés volt a hangsúly náluk, hanem az, hogy mitől tudnának felszabadultabbak lenni, mitől tudnák élvezni végig az egész órát, és ezért próbálgatták ki ezeket a különböző elemeket, és ötvözték így össze. A NIA egyfajta táncterápiaként működik. Fizikai szinten a lényege, hogy edzi a testet, miközben erősíti, alakot formál, fejleszti az állóképességet, az egyensúlyérzéket, a rugalmasságot és a hajlékonyságot. Mindemellett szellemi-lelki feltöltődést is jelent. A különböző meditációk például kifejezetten előnyösen hatnak az idegrendszer működésére. Oldják a szorongást, az idegességet, feszültséget és a depressziót. Ez egy ötvözet, különböző harcművészeti elemek, gyógyító elemek, illetve tánc lépések gyógyító ötvözete. Keleti harcművészetek például a tai chi, a taekwondo és az aikido. A gyógyító művészetek közül a jóga, Alexander és a Feldenkrais technika az, ami megtalálható benne, illetve ez tarkítja a modern jazz és a Duncan tánc. Duncan tánc az egy játékos balett mozdulatokat behozó technika tulajdonképpen, és ezzel olyan játékosságot teremt, ami a hétköznapokban nem mindig adatik meg. Szintén újdonságként ismerhettük meg a termékek közül a kenderolajat, aminek az alapanyaga tulajdonképpen nem új, csak újra és újra felfedezzük. Sok-sok ezer évre visszamenőleg az emberiség használta a kendert a saját érdekében, és egy olyan sokoldalú növényről beszélünk, ami az ipari felhasználását tekintve is óriási értékkel bír, mert nagyon sokan nem tudják, de Magyarország kender nagyhatalom volt, és mindenfelé az országban kenderültetvények voltak, és használták az emberek a napi táplálkozásban, használták arra, hogy kötelet készítenek belőle, kerítéselemeket fonnak belőle, állatok élelmezéséhez használták. És ami nagyon érdekes, és ma hála az Istennek kezd visszatérni a köztudatba, hogy az építkezéshez is használták, tehát kender téglákat gyártottak, ami nagyon hasznos volt olyan szempontból, hogy a falainkat, a házainkat ebből föl lehetett építeni. Illetve amiről nem tudunk sok-sok évre visszamenőleg, hogy a gyógyszerek alapanyaga is kender volt, és 80%-ban minden gyógyszer tartalmazott kender kivonatot. A kender kivonatok ideális koncentrációja stimulálja a szervezet saját szabályozási folyamatait, mondta el Duska Éva, a terméket forgalmazó cég tanácsadója. A kender egy másképpen ható növény, gyógynövény, mint amit azt mi gondoljuk és megszoktuk. Mert mi, ha betegek vagyunk, akkor azt érezzük, hogy valamilyen tünet, egészségügyi tünet jelentkezik, és a kender nem úgy hat, hogy ezeket a tüneteket szünteti meg, hanem a belső irányításunkat teszi a helyére, a belső egyensúlyunkat teszi a helyére, hogy azok a tünetek elmúljanak. Tehát nem a tünetet kezeli, hanem azt oldja meg, hogy ezek ne alakuljanak ki, mert egy egészséges szemléletű szervezet
visszarendeződik, visszaáll az az egyensúly, az a belső egyensúly, ami lehetővé teszi, hogy ezek elmúljanak, visszafejlődjenek, vagy ne alakuljanak ki. Tehát fontos lehet az is, hogy érdemes arról tudni és beszélni, hogy nem csak akkor kellene a kenderhez nyúlni, ha már valamilyen egészségkárosodást érzékelünk, hanem preventív módon is. És preventív módon megelőzni ezeket a kialakulandó problémákat. A Mátra Művelődési Központ minden évben kétszer rendezi meg ezt a napot, aminek minden alkalommal a testi-lelki és szellemi egészség áll a középpontjában. A kiállítás és vásár mellett előadások, különböző kezelések, tanácsadás és állapotfelmérések is várták az érdeklődőket. Most pedig néhány perc reklám következik, aztán folytatjuk itt a Nappaliban. Maradjanak velünk!